Sziasztok! Számfira Balázs vagyok a Savage Gear és Okuma magyarországi csapatától. Mai napon gumihalak szerelését fogom nektek bemutatni, nem teljesen hagyományos módon. A gumihalas horgászatról van szó, legtöbbünknek azonnal ez a sima jigfejre húzott gumihal, twister, egyéb plastikcsali jut eszünkbe. Azonban a gumihalakat és egyéb plastikcsalikat, mint például egy ilyen angolna, nagyon sokféleképpen szerelhetünk a megfelelő kiegészítő kaprócikkek segítségével. Én most nektek a Savage Gear betekerhető ilyen kis csavaros fejeit szeretném nektek bemutatni. Ezek a kis fejek kaphatóak 3, 5, 10, 15, 20, illetve 30 g-os méretekben, valamint kapható egy olyan is belőle, itt ez, amin nincsen ólomfej, ezzel egészen felszín közelben tudjuk húzni a gumicsalinkat. Ennek a menete az az, hogy fogunk egy gumihalat, fogunk egy ilyen betekerhető fejet, óvatosan belenyomjuk a gumihalba, majd lassan, nem elkapkodva beletekerjük oda, ahova egyébként a jigfejet szánnánk. Így, benne is van. Mint láthatjátok, ezen a fejen felül és alul is található egy szem. Értelemszerűen a felsőbe akasztjuk majd a kapcsunk, főzsinórunk kapcsát, és az alsóba pedig stinger segítségével rögzíthetünk 3-as horgot, 1-es horgot, 2-es horgot, számtalan módon szerelhetjük ezeket a csalikat. Ilyen stingereket kaphattok gyárilag előkészítve, illetve a megfelelő hozzávalók segítségével krimpelhető drót, krimpelőcső, 3-as horgok, kulcskarikák, mi magunk is elkészíthetjük ezeket. Én jobban szeretem ezeket magamnak készíteni, mivel így olyan hosszra és minőségre készítem, amilyenre én szeretném. Ezt a stingert egy kulcskarika nyitó fogó segítségével könnyedén rögzíthetjük. Így, mint látjátok, ugye tettem a 3-as horokhoz egy ilyen kis csalitüskét. Ez arra szolgál, hogy a horog jobban ott tartsa, ne lifegjen annyira, ezt belenyomjuk ide a csali hasába. A horogág egyik szárát rögzítjük a csaliba, és már is készen van. Ez egy 12,5 cm-es Kennyből shed, de az elmúlt hetekben nekem nagyon bevált a 16 cm-es Savage Gear Herring shed is. Ezen a módon szerelve, mint látjátok, ebbe egy dupla stinger tettem, 2-3-as horoggal. Akkor itt például van olyan, amiben súly nélküli rögzítőt használtam. Kaphatóak hozzá, mint mondtam, gyárilag előkészített stingerek. Van olyan, amelyen például egy 30 cm-es angolnához való, amelyen már gyárilag van egy ilyen kis csavaros rögzítő. És hát mint látjátok, a reel-éleket, kennyből-sedeket, herring-sedeket, vagy akár a nagyobb méretű 13 cm-es fettítélminókat is nagyon szépen szerelhetjük ezzel a módszerrel. Nekem ezek beváltak, elmúlt hetekben sok csukát fogtam velük, hogy ti is láthattátok már a videókon, fényképeken. Javaslom, próbáljátok ki, szerintem nem fogtok csalódni.